száz éve is megfogtam egymást. Igen, köszi szépen. Köszönjük te! Mindenképpen ott elkezdjük. Ránk állunk a feladatban is. Halk. Lóis Viktornak és két hangosan? Megnyissuk a kiállítását. Kihallgál a kicsit! Egy felolvasás következik. Engedd meg magadnak. A technológia fogalmáról. A technológia a görög technét, mesterség és a labosztan szavak összevonásából származik. Általánosságban előállítás és feldolgozás átalakítás módjait ismerjük. Az ember már sok ezer évvel ezelőtt ösztönösen, majd később egyre tudatosabban foglalkozott egyszerű tárgyak átalakításával és alkalmasság tételével. A modernizmus arculatát meghatározó műszaki felfedezések is csak akkor valósulhattak meg, amikor azok műszaki előállításának lehetőségeit biztosította vált. Gondolatilag a számológépet például a nagy filozófus és matematikus lejt és lehetségesnek tartotta már, de akkoriban azonban még nem voltak képesek gyakorlatilag is megvalósítani. Az előállítás egyedi módját általában nem nevezünk technológiának. Kézművesek munkájának a művészek tevékenysége mesterség. Még az ipari fejlődés kezdetén hatalmában is az ipari üzemek manufakturális előállítási módja a munkások vagy esetleg a művezetők szakmulásán tekintő. 1910-től F.V. Taylor amerikai mérnök javaslatára került, hogy az emberben a gyártás módjának tudományos kidolgozott és objektív számításra alapuló technológia szerint végezni. Mai értelemben a technológia olyan tudomány, amely nagy zenélmilány állítás, átalakítás módjának rendszerezett és objektív természetudományos alapokon nyugvó rendezett ismereteit foglalja össze. Korábban a technológiát csak ipari tudománynak tekintették, nagyjából azonban nagyjából mezőgazdaságban kialakult, iparszerű termelésnek szükségessé vált a tevékenységet, tudományos megalapozottságot. Előírása és ez is technológia. Hát szép! Ahhoz, hogy valamit anyag nyers, illetve alapanyag átalakítását, formálását sikerrel lehessen végezni, ismerni kell az anyag tulajdonságait és azokat az eszközöket, amelyen megmunkálás végződhető. A technológia tehát megmunkálási átalakítási módok mellett a feldolgozásra kerül anyag tulajdonságaival és alkalmazott szerszámokkal, gépekkel is foglalkozik. Ebből fakadóan gyakran a technológia ismertekkel, anyag és gyártás ismert elnevét is használják. A technológiát az átalakítható anyag változásának jellegét tudják, kémiai vagy csatornaközlás, sok esetben egyszerre kémiai és mechanikai átalakítás. Köszönöm.
Tehát akkor ugye mondtuk, hogy három páros kiállítás van, és egy szóló kiállítás Horavec Krisztinának a kerámia kiállítása. Ez nagyon szomorú ránk nézve, mert 6 férfi és egy nő, tehát a lovagias, így van, ezek szerint, etikett szerint 6 férfinek, hát nem tudom, hol a hetedik, kellene megnyitnia ezt az egyszem nőnek a kiállítását, úgyhogy most vagy fölfele haladunk, és megnézzük a két férfi kiállítását, vagy pedig lefele haladunk, és akkor Orvácz Krisztinának a kiállítását nyitnánk meg, de ez borzalmas lesz szerintem. Tehát én azt javasolnám, így láthatatlanul, mi már letettük a feladatainkat, hogy akkor nézzük meg a második emeleten levő Bódis és Balog kiállítást. Marga Tücske Péter és Balog István, de valahol még elbújtatva a Bódis Barnabás kiállítása is. Sőt, itt van Györfi Sándornak az 5 képe, amit most nézel? Amit most nézel, csak ő éppen a bécsi agórán van, úgyhogy nem tud jelen lenni. Aha. Hát ezt egy videokamerában nem lehet látni, hogy minden nagyon jó. Ez ebből valami 40 darabot csinált, képzeld el egy kiállítást. Litográfia? Igen. Ezt a másik kettőt is talán még érdemes egy pillanatra. Ezek kiéi, András, amit... Balog István. Kell még fény? Ez még bírja, de azért lassan kell, meg konnektor. Balázs, ha valahol Balázs.